Új eszközöket kapott a Tiszaújvárosi MOL tűzvédelmét ellátó FER létesítményi tűzoltóság. A Nemzetközi Tűzoltó Konferencia záró rendezvényén speciális járműveket is átadtak egy-egy új nagy teljesítményű habbaloltó gépjárművel, valamint egy-egy konténerszállítóval gyarapodott a FER Tiszaújvárosban. A bajtársak egy látványos programon mutatták be az új eszközöket. Egy pillanat alatt terjedt el a tűz a MOL Petrol Kémia udvarán. Persze ez csak egy bemutató volt, amelyen remekül szemléltettek egy éles akciót és az új eszközöket, amelyek tökéletesen funkcionáltak, a lángokat pár perc alatt eloltották. Figyelem, riasztás! Figyelem, riasztás! Hát ez csak egy próba volt, és nagyon reméljük, hogy nem is halljuk többet a mai nap folyamán. A MOL Petrol Kémia kiemelt figyelmet fordít a biztonságra, ezzel együtt a gyár tűzvédelmét ellátó FER létesítményi tűzoltóság folyamatos fejlesztésére. Hamarosan megnyílik a MOL új poliol komplexuma is. Ez az ipartelep épül, szépül, és a MOL történetében valaha volt legnagyobb beruházás, az nem sokára a célegyenesébe ér, hanem azt látjuk, hogy ennek szárnyán rengeteg minden dolog megújul. Beleértve ezt az épületet, és beleértve ezeket az eszközöket. A legnagyobb biztonság érdekében a létesítményi tűzoltóság egy nagy teljesítményű habbaloltóval és egy konténerszállító gépjárművel is gazdagodott. Emellett bővült az eszköztár, és a tűzoltók létszáma 17 fővel gyarapodott. Így közel 90 szakember áll készenlétben. A magyar emberek számára szívében a tűzoltóság abszolút kivívta a tiszteletet, és hát ha az ember a tűzoltókra gondol, akkor az jut eszébe, hogy vannak olyan emberek, akik nap mint nap akár kockára teszik az életüket annak érdekében, bátran, hősiesen, tettre készen, hogy a mi életünket mentsék. A létesítményi tűzoltók laktanyája mindössze 3-4 percnyire van a poliol komplexumától. A vonulási idő az iparterület közlekedés fejlesztési terveinek megvalósítása után várhatóan tovább csökken, így a lehető leggyorsabban és a legmodernebb eszközökkel garantálja a gyáregység mellett Tiszaújváros és az egész régió biztonságát.